Szeptember 22-én volt az autómentes világnap. Ezt a napot Budaörsön úgy ünnepelték a Kessér Csaba általános iskola diákjai, hogy gyalogosan, biciklivel, rollerral vagy akár kerékpárral közelítették meg az iskolát, de nem csak ők sétáltak, hanem a szülők is. Mivel jutalmazták azokat a diákokat és akár szülőket, akik gyalogosan közelítették meg az iskolát? Idén még a szülőket nem jutalmaztuk, csak egy szóbeli dicsérettel. A gyerekek kaptak egy kupont, amire az van írva, hogy pár lépést tettem a tisztább levegőért. Szeretnénk majd ezt az akciót kiterjeszteni, de idén még próbálkozás volt. Most csináltuk először, de úgy gondoltam, hogy valahol el kell kezdeni. És a mai nap a szeptember 22-e autómentes világnap, és ezért gondoltam, hogy ezzel az akcióval hívjuk fel a figyelmet a kipufogó gázok káros hatásaira, és az én osztályom állt teljes létszámmal mellé. Ők készítettek plakátokat, az aulában lehet látni, készítettek kis toborzófilmet, és lelkesítették a társaikat, hogy jöjjenek ma gyalog, biciklivel, városi kisbusszal, és nagyon méltányolom azt, hogy a városi kisbusznak a vezetői, illetve hát a Home Kft-nek a vezetője egy pluszbusz beállított azért, hogy segítse a mi közlekedésünket. Sokan autóval érkezünk reggel iskolába, de miért is jó autóval járni? Mert kényelmes, nem ázunk, nem fázunk. Elviszi helyettünk az iskolatáskát, meg a kutyát. Gyorsan célhoz érünk. Tovább lehet rustálkodni. De! Gondolkodtál már azon, hogy mennyi bajt okozol ezzel a környezetednek? A járművek kipufogójából olyan gázok kerülnek nagy mennyiségben a levegőbe, amelyek klímaváltozást okoznak. Ezek például a széndioxid, a metán és a dinitrogénoxid. Egy liter üzemanyagból körülbelül 2,5 kg széndioxid keletkezik. Egy átlagos autó évente a saját tömegének háromszorosát kitevő széndioxiddal szennyezi a környezetet. Magyarországon körül 4 millió jármű közlekedik. Világszerte emelkedik az átlaghőmérséklet. Szélsőséges időjárási körülmények természeti katasztrófák pusztítanak. Az olvadó jéghegyek és a gleccserek miatt a tengerszín megemelkedik. A városok levegőjét kipufogó gáz szennyezi. És ami az egészségünket illeti. Az autók által kibocsátott gázok allergiás, asztmás vagy egyéb légzőszervi betegségeket okoznak. Nagy mennyiségben tartalmaznak rákkeltő anyagokat. Az egészen kicsi részecskék lejutnak a tüdőnk mélyére, és nem távoznak onnan. Egy átlagos magyar ember ezek miatt több mint egy évet veszít az életéből. A mozgáshiányos életmód nem vezet jóra. Akkor szerinted megéri az autót választani? Ne utazz autóval oda, ahová autó nélkül hamarabb eljuthatsz. Ha kénytelen vagy gépkocsival menni, válaszd a leggyorsabb utat. Gyalogolj, ha csak teheted. Városon belül használd a biciklit. A metró és a villamos környezetkímélő járművek, ráadásul sok ember tudnak egyszerre szállítani. Pedagógiailag mi az a cél, amit el szeretnének érni ezzel az akcióval? Azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek, a jövőbeli döntéshozók, hiszen ők lesznek a jövőbeli döntéshozók, lássák azt, hogy van más megoldás is, nem csak az autó. Nyilván nem tudjuk kiküszöbölni azt, hogy néhány helyen nem menjünk autóval, de szeretnénk azt elérni, hogy ha már itt a városban van lehetőség arra, hogy itt a kisbusz tudna közlekedni egyéb járművekkel, biciklivel, az egyik kolléganünk futva érkezett. És ezt szeretnénk bennük tudatosítani, hogy vannak alternatív megoldások, amiket a jövőben jó lenne, hogyha kihasználnánk, illetve hát élnének a lehetőségekkel. Tudom, hogy nehéz mérni pár perccel az akció vége után, de nagyjából hány gyerek vehetett részt ebben a megmozdulásban? Az iskolánk tanuló létszáma 463 fő, mert ugye a kis kuponok készítésénél ezt figyelembe vettünk. Én azt láttam, hogy szerintem 90% fölötti lesz a részvételi arány. Nyilván majd az osztályfőnökök a létszámokat bekarikázzák, illetve begyűjtik ezeket a kis kuponokat, és kiszámoljuk annak arányában. De én azt láttam, hogy nagyon lelkesek, a szülők is rollerrel, biciklivel jöttek, gyalog, tehát nagyon lelkesek voltak.
hogyha valamik osztályból mindenki részt vett, mindenki gyalogosan érkezett az iskolába, ők kapnak valami külön jutalmat, mondjuk, mint a legjobb közösség? Így van, így van. Egyédenként is lesz jutalom, mert a testnevelő kollégák azt mondták, hogy ha már ennyit gyalogolnak, ha még az utca végéről is, akkor minden gyermek kap testnevelésből egy ötöst, akinek ilyen kuponja van. És az osztályok közötti versenyben pedig én azt gondolom, hogy az alsósoknál, felsősöknél az lesz a jutalom, hogy kapnak egy oklevelet, amire az lesz írva, hogy a legtöbb lépést tettük a tisztább levegőért. Kik lehetnek azok, akik talán jobban összefogták a közösséget, és rávettek mindenkit arra, hogy gyalogosan közelítsék meg az iskolát, az alsósok vagy a felsősök? Hát én azt látom, hogy ez megoszlik, de kiemelném a 8-ásokat, akik abban segítettek, itt voltak reggel 3:45-re, hogy ők voltak azokon az utcák végén a kis posztokon, ahol osztogatták ezeket a cédulákat, és itt a kis papírkámon kipipáltam, hogy tulajdonképpen mindenki itt volt 3:45-re, 22 fő az osztályból, tehát ők nyilván még a segítségben is nagy szerepet kaptak. Gondolom, ők a nap további részében azt fogják kiszámolni, hogy mennyivel kevesebb káros anyag jutott a levegőbe a reggelnek köszönhetően. Hát remélem, hogy az kár fizika vagy matematika órákon ez is szóba kerülhet, mert hogy mérhető tulajdonképpen, hogy mennyivel kevesebb. És hát azért itt Budaörsön, itt elég sok a zöld felület, és reméljük, hogy azért ez egy olyan kezdeményezés lesz, amit esetleg jövőre még a szülőkre is kiterjesztve továbbihetünk.